Jeremy Wattimana lehet, hogy előző életében partizán volt, azért ezt a bevonuló zenét választotta. Lényeg az, hogy megérkezett mindkét játékos, és hamarosan kezdetét veszi a hetedik mérkőzés az idei első European Tour versenyén. Azon az egy tavalyi mérkőzésen kívül volt-e még egymás elleni? Nincsen egymás elleni mérkőzésük. Ezen kívül Nico Springer még egy European Tour fordulón vett részt, ahol ugyanúgy az első körben kikapott ott Darius Lamaranauskas-tól. Ez még közel, ez a German Darts Championship volt tavaly. Ja, azt néztem, hogy German Wattimana már 6-7 fordulón vett részt tavaly, nem jutott tovább a második körnél egyszer sem. Tehát az első, háromszor tovább jutott az első körből, és utána a kiemelt játékos mindig megfogta. Igen, a tavalyi szezonja German Wattimanának eléggé szenvedőse sikeredett, ugye Ginorban 5 vagy 6 European Tour forduló volt, ahogy mindegyikre bejutott, és mindegyiken elhasalt már rögtön az első mérkőzés, eléggé frusztráló lehetett már a végén számára, és ugye többek között Nico Springer is okozója volt ennek a frusztrációnak, hiszen az első, tavalyi első versenyen éppen tőle kapott ki a holland, aki egyébként Tony Martinez, illetve Mike de Decker legyőzése által került be ide a Kieli tornára, ugye ő turkárd birtokosként a turkárdosoknak fenntartott selejtezőn szerezte meg az indulási jogot. Nico Springer pedig olyan host nation qualifierről került be, tehát a rendező ország játékosai számára rendezett külön selejtezőn. Neki 5 mérkőzést kellett nyernie, Simon Tromlert, Dragutin Horvátot, Sven Hillinget, Marcel Gerdont, illetve Pascal Virociust győzte le. Egyik mérkőzésén sem dobott 92-es körátlag alatt, tehát eléggé rendesen odapakolta magát Nico Springer a selejtezőn, és a selejtező kapcsán egy nagyon fontos dologra szeretném a kedves nézőnek a figyelmét felhívni, hogy a PDC Europe hogyan határozott a német játékosok vonatkozásában. Konkrétan, ezt tudni kell, hogy minden évben januárban megtartják a PDC Q School-t, a Qualification School-t, ahol ugye turkárdét megy a játék. Külön tartanak egy Q-School-t az Egyesült Királyságban. 180! És külön tartanak egy Q-School-t az európai játékosoknak, ezt jellemzően Németországban szokták tartani, idén Kalkárban volt. És a PDC Europe úgy határozott, miközben megvan 2 nyíllal a 43-as kiszálló Wattimanának, a PDC Europe úgy határozott, hogy azok a német játékosok, akik nem vettek részt a Q-School-on, 180! Azok az idei Host Nation Qualifier versenyek esetében, amiből ugye 8 lesz a németeknek, illetve 8 van betervezve, de hát ugye ebből már lejátszottak 3-at vagy 4-et, most így hirtelen nem emlékszem. Azt hiszem, a 4-et most játsszák. Így van, majd most fogják. De a lényeg az, hogy azok a német játékosok, akik nem indultak el a Q-School-on, csak 2 Host Nation Qualifier versenyen vehetnek részt. Az igen. Tehát ezzel is azért próbálják arra ösztönözni a német játékosokat, hogy ember, ha már be akarsz kerülni PDC színpadra egy Host Nation Qualifierről, legalább arra vedd a fáradtságot, hogy elindulsz a Q-School-on. És egyébként olyan szempontból sem egy rossz elgondolás elindulni a Q-School-on. Ezzel kapcsolatban ugye csináltak a fanklubos kollégák számításokat. Mivel az idei évtől megemelkedett a kelet-európai selejtezőre is a nevezési díj, a 65 fontról felugrott 105 fontra. Számoljuk ki, egy hét végén 4, de lesz majd olyan, hogy 5 versenyre lesz majd selejtező, és megvan a kiszálló Springernek is, és ez annyiszor 105 font. Tehát most, ami volt februárban selejtező hétvége, amikor az első 4 European Tour versenyre játszottak a kelet-európai játékosok, az 420 font. Jelenlegi gazdasági helyzetben ez egy nagyon komoly pénz. Nagyon komoly pénz. Viszont akik elindultak a Q-School-on, azoknak nem kell a nevezési díjat megfizetni ezekre a selejtező versenyekre. Tehát már csak ezért is megéri, és ezzel is ugye próbálják ösztökélni arra a játékosokat, hogy menjenek el a Q-School-ra, és ott is mérettessenek meg. Ha nem is sikerül, de legalább ez a kedvezmény megvan, hogy akkor onnantól kezdve 174 közben Wattimanának. És már kiszállón is van. Nem kell a selejtező, a European Tour selejtezőkre nevezési díjat fizetni.
nem lesz meg a 114-es kiszálló, viszont Springer még nincsen látótávolságon belül, úgyhogy Vattiména nyugodtan tud kerekíteni. Úgyhogy ezt a döntést hozta a PDC Europa német játékosok kapcsán. 171! Nagyon szép! És a dupla 16. Ott van elsőre! Egyelőre nagyon rendben van a kiszállózás. ...57-tel kezdi a saját legjét Nico Springer. 95. Hát ugye titokban azért ezt a mérkőzést vártuk talán a legjobban itt a délutáni menetrendet tekintve, hiszen... 180! Egyrészt a tavalyi eredmény alapján is van ennek a meccsnek egy bukéja, ugye ez a... Itt a visszavágás ideje történet. Másrészt... Itt a tempóval sincsen gond, tehát mind a két játékos eléggé gyorsan szabadul a nyilaktól. 180! És mellette még kiválóan is játszanak. Mind a ketten 100 fölötti átlagon jelen pillanatban. Megvan a tripla, dupla 12. Dupla 6, előbb megvolt. Most nincs meg, de van még ideje rá, mert 227 ponton van. És hozzá kell tennem, hogy egyelőre a német publikum jól viselkedik, úgyhogy... Igen. Tehát ez így elintézte magának Vattiména, hogy továbbra se legyen kiszállón, úgyhogy még mindig 6 nyila van Springernek. Meg is van. Megvan neki. Na nézzük akkor. The Machine Gun. Tényleg géppuska kezű az ember. Igen. De ugye a hollandok legtöbbje ilyen gyors játékos. Igen, hát azért van egy-két kivétel, tehát én Barneveldet se tartom kapkodó elmeháborodottnak. Wesley Harms is azért eléggé szépen, jó, persze, szépen kényelmes tempóban dob. 140, szép. Tehát azért Ricky Evans mellett még mindig elbújott az összes holland. Tehát. Ugye egy időben Vincent van der Fortnak volt az a becene, hogy the fastest player in the world, a leggyorsabb játékos a világon. Erre jött Ricky Evans, hogy fog meg a söröm. Igen. Ó, kipattant a harmadik! Pedig az is oda tartott, így benne nincsen kiszállón. 93. Igen, ez viszont egy rossz számolás volt, nincsen kiszállón Vattiména, de lehet, hogy itt most csak az volt számára a lényeg, hogy pontokat fogyasszon. Ez is 93. 101 a maradék. Igen, tripla 18. Nagyon jó. Nem lesz meg a kiszálló 101-ről. Marad az 52, 68-ra, tripla 20. Nincs. 16. Dupla 16. Benne van! 3-3, jó számom? Igen, gyorsítót bevetted, Laci? még nem merek pislogni. Nehogy lemenjen közben egy leg. Hát körülbelül. 180! Ez volt az első leg, amikor kidobtak a 15 nyilasból. 93. Zseniális a színvonal egyelőre. A Vattiménánál az átlag visszacsökkent 95 környékére, de hát még mindig fantasztikus, ahol tartanak mindketten. És tényleg ez a mérkőzés egyelőre tempójában, dinamikájában, és ami mindközül a legfontosabb, hogy színvonalában is egy nagyon jó reklám ennek a sportnak. Nagyon szép, 145-te 36-ra, nagyon szép játék. Fogunk látni egy 10 nyilast? Van rá esély. Legjobb leg lenne a tornán. Benne van! Ennél már csak egy jobb van. Hát ebben a meccsben azt kell mondjam, hogy még akár az is benne lehet. 97. Ó, szektorhiba, hegyek. Tehát amikor ugyanannyi 180-as dobásod van, mint 100 pluszos dobásod, annak van egy diszkrét bája. Igen. Itt ugye a European Tourokon egy eléggé sajátos statisztikai felosztást csinálnak, mi nem ezt használjuk, hanem ezt a 90 plusz, 130 plusz, stb. De mi 100 plusz, 140 plusz, 180-nal megelégszünk. Na 170-re. Megvan az első.
Második fölötte. Tripla 18, nem rá, búra, mert a búra, marad a 65 pont. Közel 200 pontos előny. És Springernek kellene a két tripla, hogy egyáltalán kiszállón legyen. Mindegy, hogy mit dobsz, csak nagy legyen. Ez nem az. Nem. Ez nem az. Ez nem az. Ez a leg... Vattiménának csörög. Meg is csinálja. Bizony. 4-4. Egyébként hozzá kell tenni, hogy Springernek sem rossz a kiszállózása, 3/7, ami 42%. Igen, csak a 100%-kal nem tud mit kezdeni. Igen. A harmadik az nagyon csúnyán kilett emelve, nem tetszett Vattiménának sem. Pedig önmagában a 140 azért nem egy rossz kör. Bizony. Ez elmegy az egyesbe. Lehet, hogy szóltak a srácoknak, hogy csúszásban mondjuk egy kicsit hajtsátok, mert... Igen. Hogy erre számolt a rendezőség. 140 megint. Hogy beállítjuk az időintervallumokat, ők úgyis behozzák. 140 ott is. Kiszálló Springer, meg kell oldani a 140-et. Az nem lesz meg, csak a kerekítés. 97-re. Nyilván 40-re szeretett volna maradni Vattiména. 9. Dupla 16. Nagyon mellé. No. Megvan a tripla. Dupla 20. Első hiba. Második hiba. 32-re. Teljes köre van Springernek. És nagyon nem mindegy ebben a szituációban, hogy 4-4 vagy 5-3. Ú, 24. Dupla 12. Dupla 6. De kívül van! Oda dobja Vattiménának ezt a leget. És tud hibázni továbbra is Vattiména. És még ki is esik a kezéből a nyíl. Lehet, hogy ez kellett neki hozzá. Nem! 4/4-ből hirtelen csinált 4/10-et. Csak összehozza Springer ezt a leget magának. Összekaparta gerebjével. Bocsánat, 4/9-et hozott össze. Igen. Vattiména, nem 4/10-et. És nagyon nem mindegy, hogy most ebből a helyzetből, hogy ennyi nyila volt neki, hogy lebrékelje Springert, fel tud-e állni Vattiména, mert most jelen pillanatban ő az, aki mentálisan rosszabb helyzetben van. De rázza az öklét még egy százasa is, ez jó jel. Na de. Nagyon jó. 180! Váltás jó. 96. Hiba. ...97 a válasz, így tényleg hibának számít. Igen. Nagyon jó, maradt a 40. Nagyon okos játék, 112, kell a tripla. Nincsen! Nincsen tripla! Lebrékelheti Finger Vattiménát! Hopp, ott valami csattant. Benne ott van! Ott meg a dupla 20 csattan! Megint bajban Vattiména, megismétlődik a tavalyi blama. Ráadásul a legjobb pillanatban csinálta meg ezt Springer, mert ő kezdi ezt a leget. És az egész nap folyamán ez az első precedens arra, hogy egy játékos jobban teljesít, mint a selejtező versenyen. Ugye mondtam, hogy Springer nem dobott 92 alatt egyik mérkőzésén sem a Host Nation Qualifier-en, de a legjobb átlaga, amit akkor hozott, az a 96,99 volt Dragutin horvát ellen. 140. Most ugyanezek a számok vannak, 99-66. Igen. 43. És jól kezd 302-nél. Más kérdés, hogy a tripla utána nem jön, csak 98 egy. 98 csak.
Igen, viszont de még így is komoly előnye van. Még a 180 is kevés lett volna ebben a helyzetben, a 60 meg aztán végképp. Hát lehet, hogy megint fájdalmas és könnyes búcsút veszünk rögtön az első mérkőzést követően Jermaine Wattiménától. Pedig nem játszik rosszul a holland, de hát egyszerűen Springer valami elképesztően ikletett állapotban van. Hát úgy néz ki, hogy Wattimén a házában Nico Springer neve felkerül a mumus polcra. 56 pont, 48 maradt. Kellene, nagyon kellene a tripla, de nem jön semmi. Ott sem! 56 mindössze. Kiszállanak, kiszállanak, de hát a 48 az... Megvan, dupla 16. Na még egyet. Ott van benne 6-4! Az az öt elhibázott nyíl 4-3-nál nagyon megfogta Wattiménát mentálisan, onnantól kezdve nem tudott már leget hozzátenni a korábban megnyert 4-leghez, amit egyébként 100%-os kiszállózással hozott addig össze. Úgyhogy megint búcsúzunk a hollandtól ideje korán, Nico Springer pedig holnap megmérkőzhet a regnáló világbajnokkal és világelsővel Michael Smith-szel. Az sem lesz egy nagyon lassú mérkőzés, az igazság. Nekünk itt még egyetlen egy találkozónk van a délutáni programból. Hamarosan jön Bradley Brooks, illetve Josh Payne egy rövid szünetet követően. Mit Nico Springer steht der erste Deutsche in der zweiten Runde hier der Interwetten Baltic Sea Darts Open.